Nálunk a Jeep színél legfontosabbak a hagyományok, mégpedig a szövetség hagyományai. Ezért ma megnézzük, mire vagytok képesek. Őszabályos? Persze, célunk a romák és a nem romák közötti párbeszéd elindítása az egyetemen. Erre kaptuk a támogatást is. Tudom, csak eddig egy jelentkezett olyan, mint ő. Most pedig nézzük meg, megtanultátok-e a Gypsy Diákszövetség hivatalos lépését. Gypsy! Bravo! Megmondom őszintén, megleptetek. Főleg te! Nem hittem volna, hogy ennyire felkészültök. De meglássuk, mennyire elég az a következőkben. Hiszen teszteni fogom az állóképességeteket, a rafináltságotokat, és azt, hogy mennyire illetek bele a szövetségbe. És most jön az utolsó, mindent eldöntő vizsga kérdés. Gólya! Mit csinálsz akkor, ha egyetemen a csoporttársaid előtted cigányoznak, aztán rád néznek őszike szemmel és mondják, jaj, de te más vagy. Először is megmondom nekik, hogy a helyes megfogalmazás roma, és a rendszer szintű rasszizmus miatt nehéz beilleszkedniük a társadalomba. Kezdésnek jó. Gólya! Ugye ez a kérdés. Mit csinálsz, ha a csoporttársaid előtted cigányoznak? Elmondanám, hogy nekem is van roma barátom, illetve azt is, hogy ismerik meg jobban a kultúrájukat, a történelmüket, hiszen emiatt vannak előítéleteik. Remek válasz! Gratulálok! Mostantól mindketten tagjai vagytok a Gypsy! Gypsy! Diákszövetségnek. Menjetek, vegyétek át a tenyerruháitokat! Szerintem jó döntés volt felvennem a fehér srácot is. Persze, és mit fáj volt, még így is másik két embert fel kell venni a felügyelésre szemben.